vajon a magyar történelmet föl lehet-e fűzni értékek mentén, tehát lehet-e értelmezni a magyar történelmet értékek mentén, vagy pedig esetlegességek történetéről van szó, aki mindig megpróbál valamihez idomulni. Én három ilyen értéket találtam, a szabadságot, a tulajdonhoz való viszonyt és a hithez való viszonyt, lehet több is, nekem ez alapvetően fontos, és ezek közül csak egyetlen egyet emelnék ki, ez a szabadsághoz való jog, mert a magyar történelem részben erről szól. Egy ország állapotáért az ország elitje felelős leginkább. Ez az elit három részből áll, a politikai, a gazdasági és a szellemi. Orbán gondolkodásra hívja hallgatóit, mert ő is gondolkodik. Kérdései vannak, amikre válaszokat keres. Felvetései a valóság ismeretéből fakadnak és arra irányulnak, hogy megértsük, merre tart a világ. Felismerte, hogy a 21. század elejének egyik legfontosabb problémája a középosztály süllyedése, folyamatos lecsúszása az alsó pár százalékba, miközben a felső néhány százalék szemérmetlenül gyarapodik. Látta, ahogy a 20. század 90-es évtizedének új baloldala ennek a felső rétegnek az érdekképviseletévé szervezte át magát, morzsákat juttatva a legalul lévő eltartottaknak, akkor még ügyelve arra, hogy a középrétegeket se idegenítse el magától. A szuverenitás kérdése, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor annak a kérdés, hogy ki dönthet, azaz ki dönthet arról, hogy egy politikai közösség hogyan éljen. A demokrácia kérdése szorosan kapcsolódik ehhez, ám jóval sokrétűbb, és itt most a demokráciának csak néhány aspektusairól tudunk szót ejteni. A demokrácia kérdésében tovább nehezíti dolgunkat, hogy a liberális demokráciából híveik ideológiát politikai vallást barkácsoltak, és ez az ideológia sok esetben magával a demokrácia alapjaival áll szemben. 2010-ben Magyarországra visszatért a politika. A 4 éves kormányzás üzenete az, hogy köszönjük, de a mi dolgunk a barlangunk otthonosabbá tétele, és nem kérünk a mánia betegségében szenvedő értelmiségiek feng shui-jából. Mi, magyar polgárok szeretnénk eldönteni azt, hogy hogyan éljünk a barlangban. Hiába hirdette azonban az ellenzék írásban és szóban is az elmúlt években a jelenlegi kormányzat és az alaptörvény illegitimitását, éppen ők maguk legitimálták az egészet azzal, hogy valójában közjogi értelemben elfogadták annak kereteit. Az új lehetőséget pedig a helyzet teremtette. Az a helyzet, hogy még a korábbi alkotmány és a korábbi választási rendszer szabályi alapján, amelyeknél nehezen vethető fel, hogy valamilyen szinten meglettek volna buherálva, tehát ezen korábbi szabályok alapján az újkori magyar történelemben először tudott egy egységes politikai erő kétharmados alkotmányozó többséget szerezni az országgyűlésben. Tehát rendkívül sebezhető volt a magyar gazdaság 2010-ben, és ez vezetett egy olyan súlyos gazdasági válsághoz, hogy a magyar növekedés, ami egy pozitív szám szokott lenni, hogy a GDP változik évről évre, ez 2009-ben 7%-kal visszaesett, súlyos recesszió alakult ki, munkanélküliség pedig 10% fölé emelkedett, volt olyan időszak, amikor 12% fölött is volt. Az egész országnak a bruttó külső adóssága, ami az összes szektornak az adóssága a külföld felé, az a GDP 120%-áról 90% alá csökkent már idáig is. Sokkal könnyebb helyzetből indulva, relatív előnnyel indultak, ezt kellett behoznunk, és ebben tettünk meg nagyon-nagyon fontos lépéseket. Úgy gondolom, hogy a rendszerváltás óta eltelt negyed században a 2010 és 14 közötti időszak volt politikai szempontból a legizgalmasabb időszak, mert egyfelől egy új politikai nyelv született, másfelől pedig megjelent egy bátor kormányzati cselekvés. A második Orbán kormány, rátérve a második témára, bővítette és mélyítette az ország szuverenitását, és nem félt a néptől kapott felhatalmazással élni, vagyis a többségi demokrácia lehetőségét kihasználta. Mindezt a gazdasági válság után sem korrigált ózsdi intézmények átalakítására fordította, és ezzel persze számos érdeket sértett.